A január legjobb része a kiárusítás, a leértékelések, az akciók ideje, és mivel mi már nem adunk egymásnak ajándékot itt családon belül, hanem egyéb módon támogatjuk egymást ilyenkor, így januárban nem fáj a szívem, amikor nekiállok egy kicsit vásárolgatni, új ruhákkal feltölteni a gardróbomat, mert hogy bizony mindig hiányzik néhány alapdarab, és jó egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy az egész ruhatáramat felújítom. Ez természetesen csak apránként működik, és ebben az időben is, ebben a nagy januári akciózásban is sikerült egy-két darabra szert tennem, sajnos egyik sem téli, illetve kettő télinek mondható, de általában sohasem sikerült téli darabokat kifognom, hanem inkább mindig már a tavasz, hiába hát tavaszi születésű vagyok, mindig csak a tavaszon jár az agyam. A Camaieuben sikerült kifognom azokat a téli darabokat, amikről a korábban is beszéltem. Nos, az egyik az egy sapka lenne, egy zöldes-kék színű kötött sapka, és hát egy jó sapkát kifogni szerintem borzasztóan nehéz, nekem is nagyon nagy probléma. Ez a típus, ez most egy kicsit közelít ahhoz, ami szerintem nekem jól áll, bár mondom, még nem találtam meg sosem az igazit, szóval egyértelműen nem tudom kijelenteni, hogy mi áll nekem jól. De minden esetre ez a sapka jól néz ki, jó meleg is, jó puha, és ez a szín is nagyon tetszik, végre nem fehér vagy nem fekete, próbáltam egy kicsit merész lenni és egy másik színt választani, mint úgy általában. Aztán egy kötött csősálat is találtam, méghozzá ilyen bézses, szürkés színbe, ami úgy gondolom, hogy minden színű kabátomhoz jól fog majd passzolni. Én általában kettőre szoktam tekerni a sálakat, ha nagyon-nagyon hideg van, akkor természetesen jöhet ez a harmadik csavar is. Hihetetlenül puha ez a sál, és nagyon, szerintem nagyon csinos ez a szín is. Végül, de nem utolsó sorban, ebben a boltban találtam meg álmaim új övét. Ez egy teljesen egyszerű, átlagos barna, sötétbarna öv, és a csat az egy ilyen antik arany díszítésű. Hát nekem övből ennél több nem is kell, tehát az egyszerűségre törekszem általában a ruhatáramban, maximum a csíkok jöhetnek még be, meg olykor-olykor az extrém formák, de nagyrészt nekem minden ruhám egyszínű, és én ezekben érzem úgy jól magam. Ha már a csíkok és az extrém minták, amik olykor-olykor becsusszannak a ruhatáramba, a Camaieuban találtam ezt a nagyon kis, egyszerű, szerintem nagyon csinos fekete-fehér csíkos blúzt, ami a basic, tehát az alapdarabok közül való, igazi tavaszi, őszi futkározós póló, egy leggingszel, aztán már mehetünk is. És természetesen itt találtam meg álmaim ruháját, mert hogy ruhát nagyon ritkán szoktam venni magamnak, de ez most nagy hatással volt rám, ez a gyönyörűséges, szintén fekete-fehér, és egy kis elvont mintázattal rendelkező egyberuha, amit eredetileg szilveszteri ruhának vettem magamnak, de sajnos annyira hideg volt, hogy hát ezt azért már én sem bírtam bevállalni, így is megfáztam szilveszterkor, hát még ha nem öltözök fel rendesen. Hát ez a ruha egyszerűen gyönyörű, rengeteg alkalomhoz nagyon jól passzol, itt elől egy kicsit be van húzva, a ruha ettől nagyon alkalmi jelleget ad, a hátán a kapcsolódás igazán elegáns, és az egész ruha annyira könnyű, az anyag annyira lezser, annyira finom, hogy ezt el tudom képzelni egy sima tavaszi ruhának is, de el tudom képzelni akár egy találkozóra, egy meetingre felöltözvén is magamon, tehát számomra ez egy multifunkcionális darab. És sajnos ez az egyetlen egy darab nem volt akciós, tehát ezt teljes áron kellett megvennem, de úgy gondoltam, hogy néha egy ilyen áldozat a ruhatáramért és saját magamért szerintem belefér. Nincs is jobb, mint télvíz idején kifogni egy tavaszi kabátot. Tehát az ugye nálam ez rendszeresen így szokott lenni, és egy elég különleges kabátot találtam a Promodba, aminek a színe egyáltalán nem jellemző rám, és én magam is meglepődtem, hogy egyáltalán hozzányúltam ahhoz a ruhához, de nem csak hozzányúltam, fel is próbáltam, és annyira tetszett magamon, hogy végül meg is vásároltam. És még mindig nem hiszem el, hogy egy rózsaszín kabátot vásároltam magamnak. Most ő lenne az a bizonyos rózsaszín kabát, hát most már a nap kezd itt közeledni felém, úgyhogy elnézést az ilyen fényes momentumokért. De szóval a lényeg az, hogy a Promodban találtam ezt a gyönyörűséges kabátot, és ahogy látjátok, ez egy körülbelül combközépig érő kabát, és itt elől a kis gombocskák azok ilyen rejtett formában helyezkednek majd el, tehát igazából ezek rendkívül egyszerű szabású, rendkívül elegáns, finom, inkább nude rózsaszínnek mondanám ezt a szín, nyilván nem teljes rózsaszínről van szó. És az anyaga egy olyan puhás, vászonos, szóval szerintem ilyen meghatározás nem létezik, de a lényeg az, hogy olyan vászonszerű az anyag, de mégis nagyon puha. Divatban azért annyira nem vagyok otthon, inkább a szépségápolás az én asztalom, de próbálom érzékeltetni, hogy mennyire isteni ez a kabát, és hogy mennyire örülök neki, hogy megvettem, 50%-os kedvezménnyel jutottam hozzá egyébként. Ha siettek, még lehet, hogy találtok belőle, mert egy jó hosszú sor volt ebből a típusú kabátból. És végül, de nem utolsó sorban a New Yorkerbe vetettem bele magam, és még december végén jártam ott, tehát az akkori akciókból tudtam válogatni, és tudnotok kell, hogy nekem a kedvenc ruhaszettem az a leggings egy bőpólóval. Szerintem ennél kényelmesebb a világon nincsen. Örültem is neki, hogy egy olyan részre tévedtem a New Yorkerbe, amelyre általában nem szoktam menni, de most mentem. Ott találtam ezt a két leggingset, ami teljesen egyforma színében más csak. Fekete, stretches, írtózatosan kényelmes leggingsre bukkantam, és úgy gondoltam, hogy hát, ha ez ennyire jó, akkor kell belőle még egy, választottam egy másik színt, és a kínálatból én a szürkét választottam magamnak, úgyhogy egy fekete és egy szürke leggingszel jöttem haza. Nagyon kényelmesek, nagyon jó a komfortérzetem benne, nagyon könnyűek, úgyhogy én mindig előnybe részesítem az ilyen kényelmes ruhákat, mert szerintem feszengeni egy ruhába, kényelmetlenül érezni magad egy ruhába, annak nincs értelme. Természetesen elmaradhatatlan egy újabb fekete pont ebben a videóban, ugyanis a fekete nélkül számomra nincsen élet. Egy nagyon egyszerű, de mégis nagyon elegáns fekete inget találtam a New Yorkerbe, ami ahhoz a típusú inghez tartozik, amivel barátkozom már egy ideje. Ez az elől rövid, hátul hosszabb típusú blúz, és megmondom őszintén, hogy egy leggingszel párosítva ez a ruhadarab is egyszerűen számomra a tökéletesség. Itt elől nem gombokkal kapcsolódik, ahogy általában várnánk, hanem így össze van húzva két ponton a blúz, és ettől igen izgalmas és érdekes számomra. Az ujja természetesen felhajtható, mint szinte az összes New Yorkeres blúznak, és az anyaga nagyon könnyű, nagyon egyszerű, de ez is tavaszi darab, tehát még ezeknek a ruháknak a hordásával igencsak várnom kell egy-két hónapot. A ruhatáramban muszáj egy kicsit ráerősítenem a nőiesebb vonalra is, nem lehet mindig csak lezseren és lazán öltözködni, vannak alkalmak, amikor bizony meg kell jelennem, és sokat vacilláltam, hogy megvásároljam ezt a blézert. Kétszer mentem vissza, és kétszer próbáltam fel, hogy biztosan kell ez nekem, de aztán rájöttem, hogy igen, Evelyn, ez neked kell, mert bizony, blézerből nagyon-nagyon rosszul állsz. És végül megvásároltam ezt a gyönyörű, ezüst színű blézert, amit én ezüstnek látok, nem szürkének. Ennek a blézernek nagyon szép a szabása, nagyon elegáns is rajtam, viszont egy kicsit kényelmetlen érzet, amikor össze van kapcsolva, mert egy kicsit szűk, viszont az ennél nagyobb már nem volt jó, már lógott rajtam, úgyhogy úgy hiszem, hogy ez egy nyitott formátumú blézer lehet, legalábbis én nyitottan fogom majd ezt így hordani. Szerintem nagyon jól sikerült ez a januári kiárusításos, akciós bevásárlásom, és újabb nélkülözhetetlen darabokkal bővült a ruhatáram. Kíváncsi vagyok, hogy ti mikhez jutottatok hozzá ebben az időszakban. Beszélgessünk róla kommentben, mutassátok meg akár Facebookon, vagy akár Instagramon, hogy miket szereztetek ebben az időben. Mindenkinek jó hétvégét kívánok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk egy következő videóba. Sziasztok!